Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét tetontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon az Anya Szent Egyház újra ünnepel. Szent Apollináris vértanúra emlékezik Ravenna szentjére. Járt Ravennában, megcsodálhatta azt a két bazilikát, mint az ő tiszteletére építettek. Ezt a szentmisét élő házaspárért, Kláráért és Gáborért ajánljuk föl. Talán össze is lehet kapcsolni egy vértanú alakját egy házassággal. Akik benne élnek a házasságban, tudják, hogy a nagyon sok öröm mellett nagyon sok áldozatot is kell hozni, nem is vértanúságot, de nagyon sokszor olyan áldozatokat, amik fájdalmasak. És hát ettől szép igazából egy emberi kapcsolat, hogyha ezt kölcsönösen meg tudják hozni egymásért. A megpróbáltatások, a szenvedések mindig közel hozzák az embert egymáshoz. Együtt tudnak elmélkedni Krisztus szenvedéséről, áldozatáról, és így Krisztushoz is, egymáshoz is közelebb kerülnek. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Vállaljuk ezeket a hétköznapi áldozatokat, ami keresztény küldetésünkhöz is hozzátartozik. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Urunk és Istenünk, vezess híveidet az örök üdvösség útjára, amely Szent Apollináris püspök az ő tanításával és vértanúságával megmutatott. Add, hogy közbenjárásával parancsaid útján állhatatosan megmaradjunk, és vele együtt méltók legyünk elnyerni a mennyei koronát. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből.
a Benyámin földjéről fekvő Anatotból származó Jeremiás, aki Helkiás papja volt, így beszéli a proféta meghívását. Így szólt hozzám az Úr, mielőtt anyád méhében megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és profétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre én így szóltam, jaj, Uram Isten, íme nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De az Úr ezt válaszolta nekem. Nem mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akik küldelek, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok nektek. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, és megoldalmazlak, mondja az Úr. Akkor az ég kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Íme ajkadra adom szavaimat. Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és írts, hogy pusztíts és szétszólj, hogy építs és ültess. Ez az Isten igéje. A válasz a Zsoltára, ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban ments meg, szabadíts meg engem. Fordíts felém füled, és ilyes segítségemre. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Légy megmentő sziklám és erős váram, ahol oltalmadat nyerjek. Mert Te vagy Istenem, erősségem és menedékem, ragadj ki a bűnösök kezéből. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Te vagy reménységem, Istenem, ifjúkorom óta. Uram, benned bízom. Anyám méhétől Te vagy a támaszom. Anyám ölétől fogva védelmezőm. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Igazságodat hirdeti ajkam és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindmárnig hirdetem. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Alleluja, alleluja. Jó maga az Isten igéje, Krisztus a megvető, aki reáltalál, örökké élni fog. Alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment Hazúról, és leült a Genezáreti tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszére esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt, forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézusnak talán egyik legismertebb példabeszédéből hallottunk egy részletet, de holnap folytatódik majd ennek a magyarázatával. Ugye a példabeszédek vagy példázatok más szóval föltárják Istennek a titkait. És ugyanakkor pedig nem csak a titkot ismerjük meg, hanem valahogy ennek a titoknak a fényében a saját egyéni küldetésünket, feladatunkat is fölismerjük. Ha nagyon röviden akarjuk meghatározni ennek a példázatnak a üzenetét, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek a földtípusok, amikről beszél Jézus, ezek az emberi lelket jelképezik. Egy különböző állapotban vannak. Ebbe hull bele az Istennek a magja, Istennek a vetése.
vagy az evangéliumnak az üzenetét. És az emberi léleknek, amiben belehult ez az isteni mag, Istennek a vetése, termést kell hozni. És a tézis arról beszél, hogy van olyan lélek, emberi lélek, amelyik befogadja, van, amelyik nem fogadja be. De mi is az összképet nézzük azért optimista, mert lehet, hogy olyan lélek is van, amelyik nem fogadja be, de aki befogadja, a 100-szoros, 60-szoros és 30-szoros termést hoz. Ha elmélkedni akarunk ezen az evangéliumi szakaszon, akkor ezt nem csak úgy tehetjük meg, hogy az emberi lélekkel foglalkozunk. Mit jelent a letaposott föld, vagy mit jelent a kövicses talaj, vagy nem tudom én, a tüskés talaj, így az emberi léleknek megfelelően, hanem elsősorban azért a magvető viselkedésünk kell elmélkednünk. Mert a történet azért nem a földről szól, vagy a földekről szól, vagy a földtípusokról szól, hanem magáról a magvetőről. És ugye az ember ugye elképzeli ezt a szentírási szakaszt, az a magvető látja, hogy bizony az a föld le van taposva, és mégis vet rá magad. Látja azt, hogy az a föld kövecses. Tehát kicsi a valószínűség, hogy terem. Látja azt, hogy ott vannak a tövisek, és mégis veti a magad. És ebben mutatkozik meg Istennek nem csak az optimizmusa, hanem az is emberi gondolkodás szerint, hanem végtelen szeretete és jóság. Hogy oda is vett magot, ahol kicsi a valószínűsége annak, hogy az ki kell és termést hoz. Tehát Istennek ez a megelőlegezett, ingyenes szeretete mutatkozik meg ebben a példabeszédben is. És ezen érdemes elgondolkodni. És talán még ide kapcsolható az olvasmány is, hogy Jeremiás próféta könyvéből nagyon sokszor szoktunk hivatkozni papok, szerzetesek, pláne fiatal papok és szerzetesek erre az evangéliumi szakaszra. Ugye az Úr kiválasztja Jeremiást. És a Jeremiás pedig ugye mire hivatkozik, hogy Uram, Istenem, én még nem tudok beszélni, hiszen még ifjú vagyok. Tehát a földnek a minőségéről beszél, vagy az állapotáról. És akkor az Úr, és ahogy lehet kapcsolni talán össze a mai evangélium, azt mondja, ne félj, én választottalak ki, tehát én majd az ajkadra adom a szót, és azt kell hirdetned. Az nem a te gondolatod lesz, a te feladatod csak az, hogy befogadj engem. És aztán az üzenet, ha azt megteszed, akkor az az én üzenetem lesz, amit hát közvetíteni kell mások felé. És ezt össze lehet kapcsolni nem csak papi szerzetes élettel, hanem a hétköznapi életünkkel is. Nagyon sokszor például elképzelhető az, hogy egy családon belül is egy édesanyja, édesapa, hogy azt gondolja, hát nem tudok én hitelesen beszélni a gyermekemről, a Jóistenről. Hát ki vagyok én? Hát majd talán papok, szerzetesek, mennyi lelki gyakorlatra az a gyerek, és akkor majd, hát ott majd okos dolgokat hall. Ez nem így van. Mert lehet, hogy okos dolgokat hall, de amit az ember a szüleitől hall, aminek látja, ugye, élet közelből a hatását, vagy tapasztalja, akkor annak sokkal nagyobb a hatása az ember életére. Hogy miért van időnként ilyen letaposott állapotban, lelkileg, vagy mit jelent számára az, hogy ezek a kövek a életének az egyik eseménye, amik ott vannak, amelyek állandóan belebotlik. Vagy a tövisek, amelyek állandóan hatnak rá, és fájdalmat okoznak neki. És ha az a gyerek azt látja, hogy ennek dacára, ennek ellenére azért a szülei lélekben termést hoznak, akkor sokkal súlyosabb számára, vagy fontosabb üzenet, mint hogy egy szép prédikáción hallana valahol. Tehát igenis a kicsiségünk ellenére, az állapotunk ellenére akkor is kell szólnunk. És innünk kell, hogy az a mag, amit úgy befogadunk imádság által, meg kegyelem által, de erőt ad ahhoz, hogy tanúságot tudjunk tenni Isten szeretetére. Imádkozzunk, Urunk, az Istenünk, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyet Szent Fia az életét áldozta. Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat.
kérünk téged, hallgass meg minket. Az egyház pásztoraiért, a szent atyáért, a püspökökért, a papokért kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hívek közösségért, a családokért, a szülőkért, a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. A hűségesekért, a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. A házaspárokért, elsősorban azért a házaspárért, akiért ezt a szentmisét felajánljuk, hogy higgyenek abban, hogy általuk is az Isten kegyelme, Isten szeretete közvetítődik a család felé, annak tagjai felé, és ezt a küldetést, ezt napról napra vállalják. Kérjük Urunkat! Üdvözítő Istenünket, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk róla az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkeszűségedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkeszűségedből kaptuk a bort, fölajánljuk néked, mint a szőlő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd el, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Jóságos Istenünk, árazd áldásodat áldozati adományunkra, minket pedig erősítsd meg abban a hitben, amelyről Szent Apollináris püspök és vértanú vére hullásával tett tanúságot Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten. Mert Szent Apollináris püspök vértanú a hitünkét vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, amely gyöngességében is őse avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtétel ad előtt néki Krisztus, ami Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Elsősorban azokra gondolunk, az utóbbi időben távoztak el az élők sorából, akár a plébánia közösségünkből, akár a harcmezőkön. És mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a Sarvas boldogasszonyjal, a Szent Józseffel az ő jegyessével, a Szent Apostolokkal, a mai nap szentjével, Szent Apollináris püspök vértanúval, és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkönörökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljesítségét, aki ezt is uralkodol mindörökkönörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmas nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmas nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békén. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Azokkal együtt, akik csak lelkileg tudnak belekapcsolódni ebbe a szentmisébe, betegségük megakadályozza őket ebben, mondjuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlőesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz.
Könyörögjünk! A szent áldozatban megerősödve kérünk, segíts minket, Istenünk, hogy Szent Apollinaris püspök és féltanú csodálatos álhatatosságát követni tudjuk, és a kitartó hűség örök jutalmát elnyerjük Krisztussal, mi Urunk által. És kérjük Szent Mihály Arkangyalt, legyen velünk küzdelmeinkben, a világnak békére van szüksége, és nagyon sokszor mi lelkünkben sincs béke. Először ezeket a belső küzdelmeket kell megvívni, ahogy aztán képviselni tudjuk Isten békéjét. Kérjük ehhez Szent Mihály Arkangyal közbenjárását. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.